tegnapi nap folyamán érkeztünk, el is kezdtük a horgászatot reggel 9 óra környékén. Délután sikerült fognunk egy 26 kiló fölötti tokot, több 3-4 kilós pontyot, azokról nem csináltunk képet. 24-es oldódó trilles csalival, színminóval fogtuk a halakat. Boilies friss, múlt héten gyártottuk, oldódó, ez is nagyon könnyen keresztül megy, már ürítették is a halak éjszaka, amiket fogdostunk. Idejében fog megjelenni egy újdonságunk, egy fél literes locsoló, Quick Liquid névre fog hallgatni, és ezzel locsoltuk le a spombos anyagot. Amíg nem locsoltuk, nem volt kapásunk, ahogy lelocsoltuk, lett kapásunk. Az egyes sziget közepén ülünk, a kettes filagóránál, 112 méterre horgászunk, egész pontosan. Az etetést ugye partról kell megoldani maconkán, nincs behordás, nincs etetőhajózás. A magmixet azért állítottam így össze most, hogy könnyebb legyen a halaknak az 5 fokos vízben megemészteni, csemege kukoricát, kender segít egy kicsikét, spombal, oldódó 18-as, 15-ös boilit spomboltunk, talán másfél kilónyit. Etetésünk, ez körülbelül másfél óránként 2-3 midispomb bőven elég ebbe a hideg vízbe. Maconkán vagyunk, az első ponty, most sötétedés után, nappal volt egy 26 kilós, 26 fölötti tok, krilles csalira, színminóra, fluokarbon előke, merev hajszál, kb. 20 centis előke, és 24-es oldódó, 5 fokos vízbe. A likvidünk is Simino típus volt, a Simino családban található kis dobozos csalizónk, úgy mint dippelt, oldódó, light hook bait, ez egy balanszírozott, könnyített csali, különböző méretekben, egész piciket kis wafterszek, 7 millis wafterszek is vannak ebbe a termékcsaládban, method mixünk van belőle, kis PVA bagbe való decis kiszerelésű, sűrűbb, töményebb koncentrátumunk is megjelenik az idei évben. Pasztánk is van hozzá, ezeket használjuk most. Végszerelékről még nem beszéltem, az előke 18 centis fluokarbon, egy 6-os horoggal, volumfrisszes szerelék, gubancgátlócső, ennyi. Csak egyszerűen.
fluorkarbon dériges előke, 15-ös parafával könnyített oldódó csali, ez a féder csalink, és ez vékonyan még bepasztázva, és erre jött a gyönyörű kis kolypontjunk. Elérkezett ez a pillanat is, elindulunk hazafelé, kivesszük a botokat. Tegnap délután fogtunk még pár kisebb pontyot, egy kisebb tokot, compót. Az éjszaka az már borzalmas volt, minden megfagyott. Még egy pontyot sikerült fognunk, egy 5 kilósat. Összességében fogtunk 11-2 darab pontyot, egy 26 kiló fölötti tokot, az szép, szép darab volt, és egy 2,60-70 dekás pontyot. Februári hideg vízhez, ehhez a 4-5 fokos vízhez szerintem egész jónak mondható az eredmény. Szokásos széminóval, és pár héten belül elmegyünk újra horgászni, melegvízi, remélhetőleg melegebb vízi pecára, ahonnan több hallal tudunk majd jelentkezni. Kövessetek minket, sziasztok!